Leviatán. Судя по отчетности в виде штрафов и комиссий, они получили по...
Швеции владелец. Kimegyek rágyújtok, különben elalszom. Menj csak, sietek. Itt vannak. Nem teljesítették a tervet, őrmester. Jogosítványt, forgalmit kérek. Reggel óta a jelvényt fényesíti, zsaru elvtárs. Jó van. Szia. Figyelj, Kólya, Sztyepanics ma benéz hozzád. Megint szarozik a karburátor. Ne csináld már, pása, mi vagyok én? Jótékonysági intézmény. Jó, onnan meghálálja. Nélküle is be tudok rúgni. Ide figyelj. A vadászatra holnap után mindent ő hoz. Benzint, kaját, puskák. Mindjárt összehúgyozom magam az örömtől. Kólya! Pása! Meg kell csinálni. Nem megy! Ma semmiképp nem. Jöjjön oda holnap. Mondd meg neki. Megmondom. Jó. Üdv az asszonynak. A tököm tele van Sztyepanics ladájával. Egy hülye zsarú. Folyton engem baszogat, hogy javítsa meg azt a rozsdást ragacsot. Másszon alá és javítsa meg ő. Piszmogjon bele. Bármelyik korrupt zsarú megengedhet magának egy normális kocsit, nem? Lehet, hogy becsületes. Persze. És nagy vonalú. Nem jöttek még? Nem. A jó reggelt hol marad? Nem tudom. Akkor keresd meg. Hol? Mosakodtál? Ne legyél olyan, mint egy majom. Te vagy majom. Micsoda? Semmi. Állj meg! Menj a francba. Mit mondtál? Jól hallottad. Megjöttek. Gyima bácsi, mondd meg nekik, hogy engem is vigyenek. Te iskolába mész, dolgozatot írsz. Készülnöd kell. Mit hazudsz? Nem írunk dolgozatot. Ne beszélj így anyáddal. Nem is az anyád. Kamaszodik. Verni akkor sem kell. Ezt csak úgy szeretetből kaptál. Én ma nem viszem iskolába. Reggel óta szemtelenkedik, elküldött a francba. Én sem tudom elvinni, itt a barátom. A te fiam, te döntöd el, mi lesz, majom vagy ember? Igaz, hogy dolgozatot ír? Igaz. Kólya, vidd el. Ha akarod, veled megyek. Ezt tetszeni fog neki. Te hogy vagy? Meg vagyok. Lakást keresünk. Megkértem, hogy költözzünk ki. Messzebb a várostól. De nem mond semmit. Nem akarsz beszélni vele? Megpróbálom.
az a kavala sapkát. Sajnálod a szülőapától. Hallod, jól vissza. Van, visszaadom, csak ne rinyálj. Köszönöm. Tessék. A slusszkulcs. Indítsd be. Egyedül. Mi van? Betolj te. Mindjárt megyünk mi is Gyima bácsival. Tényleg én vezethetek? Tetsző! Vége. Én vagyok az edzője. Még pár év és le se tojod. Jó van. Szeretlek. Tudom. Ne engedd, hogy gyorsan menjen! Jó reggelt. Kólya nincs, iskolába vitte Romkát. Jöjjön, várja meg, mindjárt jön. Nem akarok zavarni. Inkább megvárom idekint. Elszívok egy cigit. Szervusz, Nikolaj. Te nem vagy semmi. Már megint. Ez van. Pása nem mondta neked, hogy ma nem érek rá? Nem. Miért? Mi van? Egy barátom van itt. Moszkvából. Tárgyalásunk lesz délben. Mindjárt indulni kell, és még meg kell beszélnünk pár dolgot. Szóval nincs időm. Gyere holnap. Ugyanígy reggel. Holnap? Iván Sztyepanics. Dmitri. Esküszöm, jobb lesz, mint újkorában. Na jó. Jól van, Kólya. Ha holnap, akkor holnap. Megsértődött. Vicces figura. Vicces? Már két asszonyt vitt a sírba. Bizony. Zsarnok. Tehát, barátaim. Az elmúlt két hónapban kiderítettem ezt, azt... Erről a ti gazfickótokról. Elkaptuk a tökét? Hát, elég alaposan. Ki hitte volna? Na és ez most nekünk jó? A helyzet a következő. Szerintem ma nem minden a mi javunkra dől el. Ne temess még bennünket. Nem. De nekünk az kell, hogy kapjon egy kis időt, és átgondolja, mi jobb neki, ha megegyezik velünk, vagy ha kiteregetjük a vagyis? Dolgot. Kólya, hadd mondja el. Jól van, csak érdekel, hogy mit talált. Ezt ágyúval se lehet kirobbantani. Senkit nem kell kirobbantani. Csak finoman, gyöngéden megszorongatjuk a tökét és kész. Én nem hiszek ebben a finomkodásban. Ezt baltával kell agyon csapni. Nincs kecmec. Nem, Kólya. Csak bőjtel és imával. Itt vannak a tények. Ezzel fogunk operálni. Hadd nézzem. Nem, még korai, majd utána. Hogy? Kólya, heves, forrófejű gyerek vagy. Már ne haragudj, de hamar fölkapod a vizet. Legkevésbé botrányra van szükségünk. Hagyjál, már nem vagyok hülye. Muszáj tudnom, hogy mit találtál. Mit képzelsz? Azt hiszed, hogy kipofázom a bíróság előtt? Öregem, bízol bennem? Persze, hogy bízol. Ha azt mondom, hogy utána, akkor utána. Léa, hozol egy teát. Köszönöm. Hát jó.
Ha utána, hát utána. Helyes. Csak úgy érzem, mintha kicsit lekezelné, Röcskös. Ez nekem nem tetszik. A seregben hívtak így utoljára. 20 évvel ezelőtt. Na és? Akkor mi a fenének hoztad ide ezeket a papírokat, hogyha nem nézhetek tessék, bele? Tessék, olvasd! Bratyó. Persze, hogy sok mindent hallottam róla. Itt mindenki hallott róla. Könnyékig véres a keze. De ha mindez bizonyítható, ha mindenki tudja róla, miért nem ül már régen a sitten? Nyilván valakinek odafönt szüksége van rá. Mondom, mindenki tökét fogja valaki. Könnyű őt irányítani. Ilyen egyszerű. A ti Vagyim Szergejevicsetek nem kerül sítre, amíg szükség van rá. Vagy amíg föl nem dobja a talpát. Vagy amíg valaki szépen ki nem nyírja. Ugye, adjál már! Halló, Angela? Ki akarná kinyírni? Na mi lesz, jöttök? Attól te még eljöhetsz, hogy alszik. Értelek. Nincs kire hagyni, értem. Tudom, Angela, azt hiszed nekem nem a hús az egyetlen gondom. Na, jó, majd beszélünk. Mi van, nem jönnek? Páska éjszakás volt, alszik. Nincs kire hagyni a gyereket. Legutóbb is kihúzták magukat. Milyen barát az ilyen? A tiéd nem ilyen. Az enyém itt van? Jól van, Kolja, igazad van. A te barátaid jók, az enyémek szarok. Miért? Nem így van? Gyerekek, nyugi! Kolja, próbálj lazítani. Engedjem el a kormányt? Néha. Én egy szót se szólok. Brezsnyéváros 1295-ös számú határozata értelmében ítélet született Nikolaj Nikolajevics Szergejev birtokában lévő ingatlan kisajátításáról, Pribrezsnyi Zagorje, Ribácsnaja utca 6, terület 0,27 hektár. A rajta lévő épületekkel és egyéb építményekkel lakóház, autójavító műhely, gazdasági épületek, melegház. Szergejev beadvánnyal fordult az Zagorjevi járásbírósághoz, hogy nyilvánítsa semmisnek fentjelzett határozatot. A Zagorjevi járásbíróság elutasította Szergejev követelésének teljesítését. Szergejev nem fogadta el az ügyben hozott döntést és fellebezést nyújtott be a városi bírósághoz. A bírósági eljárás során Szergejev ragaszkodik panasza felülvizsgálatához. A városvezetés képviselője a fellebezést nem tartja jogosnak, kérelmezi a járásbíróság határozatának jogerőre emelését. Panaszos hivatkozik az eljárási szabályok elsőfokú bíróság általi megszegésére, nem ért egyet a döntéssel, amely szerint a földterület kisajátítása a rajta található lakóházzal és gazdasági épületekkel az érvényes törvényekkel összhangban van. Felperes álláspontja szerint a városvezetés nem tartotta be a tájékoztatásra vonatkozó határidőket az általa birtokolt földterület, valamint a rajta lévő építmények kivásárlási ára tekintetében. A panaszos szerint a kivásárlási ár meghatározásakor a bíróság ignorálta a független ingatlanbecslő szakvéleményét, amely alapján az ingatlan forgalmi értéke jelentősen meghaladja a város által megállapított vételár mértékét. Felperes szerint a város a határozat elfogadásakor durván megsértette a polgári törvénykönyv rendelkezése a tulajdonos egyetértési jogát illetően. Szergejevet nem tájékoztatták egy évvel a kisajátítást megelőzően, így ő jelentős összegeket fordított az ingatlanra. A vételár megállapításakor nem vizsgálták a felperes birtokában lévő ingatlanon folytatott vállalkozói tevékenységének megszűnéséből fakadó üzleti veszteségét és harmadik féllel szemben fennálló kötelezettségeit, PTK 281. paragrafus. A bíróság a városvezetés 1295-ös számú határozata értelmében az ingatlant városi tulajdonba adja és kimondja, hogy az ingatlan a rajta lévő lakóházzal és gazdasági épületekkel együtt 639.540 rubel 27 kopejka. A vételár meghatározása értékbecslés alapján történt. Az Allianz Kft. Szergejev felkérésére szintén felmérte az ingatlan piaci árát. És a felperes foglalkozási körében elszenvedett várható veszteségét, ami a 0,27 hektáros földterület kisajátítása következtében éri. A felmérő értékelése szerint fennevezett ingatlan forgalmi értéke 3.500.000 rubel. A bíróság elutasítja a Szergejevet. Fenti körülményekre való tekintettel a bíróság nem fogadja el a Szergejev által bemutatott értékbecslést és a város által benyújtott értékbecsléssel egyetértésben a 639.540 rubel 27 kopeik a vételárat tekinti irányadónak. A bíróság szintén nem fogadja el azon állítást, mely szerint a város megszegte a kisajátítás és a tájékoztatási kötelezettség határidejének szabályait. Az ügy aktája tartalmazza a városvezetés Szergejevnek írt levelét, amelyben közlik a kisajátítás tényét, valamint az elsőfokú eljárás során a városvezetés által elmondott tanúvallomások is bizonyítják, hogy Szergejev
törvényi követelményeknek megfelelő tájékoztatást kapott az ingatlan és a rajta lévő építmények kisajátítása tárgyában. A felperes panaszának áttanulmányozása, valamint a periratok és az elsőfokú ítélet számbavétele után az Orosz Föderáció Pribrezsnyi Városi Bíróság kollégiuma arra a megállapításra jutott, hogy az elsőfokú bíróság által hozott ítélet megváltoztatása nem áll módjában. A polgári perrendtartás 320-335-ös paragrafusa alapján a bíróság kimondja, hogy Nyikolaj Nyikolajevics Szergej fellebbezési kérelmét elutasítja, a Zagorjevi járási bíróság ítéletét pedig változtatás nélkül helyben hagyja. A határozat a kihirdetés napján jogerőre emelkedik. Na mi lesz? Jöttök? Mindjárt. Mindjárt. Ritkán jársz erre, vagy én? Mindig csak a választás. Még egy év van. Ki korán kell, aranyat lel. Csak a világ dolgain jár az eszed. Helyes, jól teszed. De az égi birodalomról se feledkezz miért meg. Miért mondja ezt? Hát nem azt teszel? Tudom, tudom. Sokat adakozol. Bőkezű vagy. Most se csak úgy szórakozásból jöttél ilyen messzire. Kóstold meg a halat. Halat. Még egyszer mondom, nem kell aggódnod. Minden hatalom Istentől van. Amíg Isten úgy akarja, nincs miért aggódnod, vagy én. Na és úgy akarja? Kitől kérdezzem, ha nem tőled? Te vagy a pap! Úgy akarja. Úgy akarja. Tessék, kóstold meg. Igen, hála Istennek, végre. Most már aztán küld rá ezt a Tyagunovot az embereivel. Mire várjunk még? Menjen a kurva anyjába az a rohadt baró, elegem van. Mennyi időt elvesztegettünk miatta? Te mi a fenének vagy? Ne akart kihúzni magad? Jó van, ennyi, hagyjál. Jósa, add már ide azt a... Ott van a kesztyűtartóban. Jó van, na hallod, Vászja? Figyelj, ugorjunk be ehhez a baromhoz. A kurva anyjába. A Dombaljában, tudod? A hídon túl? Igen. A Dombaljában sok barom van. Mi van? Csak nem a feleségemtől tanulod az okoskodást, he? Nyilvánvaló, hogy csak a hely kellenek a rohadt faszfejnek, hogy... Palotát építse rajta magának! Nyugodj már meg, Kolja! Tizedszer mondod el! Ezzel a két kezem!
Na, kezdődik. Kólya! Egész életem itt van. Itt élt a nagyapám. Apám. Ezerszer már mutattad, Kolja. Te szólj bele! Te meg ne ordíts! Kolja, nyugi, nyugodj meg. Nyugodj meg. Gyere, Gyima. Rád iszunk. Rendben. Köszönöm, hogy mindent megtettél. Nincs mit, öreg. Köszönöm. Semmi baj, haver. Minden rendben. De ezek a disznóságaid... Nem az én disznóságaim, Kolja. Az övé. Én csak azt mondom, nem látom, hogy hogy fognak működni ezek a gyakorlatban. Egy lehetőségünk van. Megveszük ezen a rohadt 639.000 rubel és 27 kopek. Azt a lepukkant lakást Angeláik mellett. És beállok zsarúnak, mint Páska. Szörny. Figyelj, pajtás. Nem ismerek rád, komolyan mondom. Ne csináld ezt. Hallod? Tényleg. Régen nem ijedtél meg a nehézségektől. Sőt, ellenkezőleg, mi van veled? Hallod? Régen. Minden másképp volt, nem vagyok már 20 éves, érted? Berosdásodtam. Milyen duma ez? Felcsopta a nagykurkásznak? Faszt vagyok én nagykurkászkorja, de valahogy úgy veszem észre, hogy nem tudom. De mi lenne, ha valahogy másképp látnád a helyzetet? Mégis hogy? Figyelj, bazd meg! Vedd úgy, öreg harcos, hogy ez egy kibaszott nagy kihívás! Mindent újra kezdesz! Te könnyen beszélsz, te holnap már Moszkvában flangálsz, mi hogy meg itt... ide, Moszkva, Kolja? Gyertek velem, hallod? Most mi van? Moszkvában? Persze! Pakoljatok össze és nyomás! Kibéreltek egy kis garzont, mit tudom én, havi 30 rongyért. Viccelsz? Nem, az egy normális ár. Nem mondd, hogy nem találsz munkát, bazd meg, egy ilyen ügyes ember. Bármit meg tudsz csinálni. Léának is kitalálunk valamit. Eleinte elmehetne eladónak, pénztárosnak. Bármi jobb, mint itt a halfeldolgozóban a büdös halat pucolni. Öreg cimba, ne csinálj. Hülyeség. És Romka? Mi van vele? Romka iskolába megy. Romka iskolás a kurva életbe. Milyen iskolába? A hármast is alig éri el itt. Hova veszik fel? Nem úgy fel? Van. Kötelező fölvenni. Kolja, nem is hármas vagyok, már majdnem négyes. Ne húzd föl magad. Mi van? Hallgatózol vagy mi? Nem hallgatózom, a klotyóra megyek. Na, akkor gyere ide! Mi lesz már? Mi történt? Segítség kell? A hatalmat, Kolja. Pofáról kell ismerni. És mit akar tőlem a hatalom? Ezt itt mindet.
Akkor vedd el! Kolya. Hát, ha fölfér a ravatalodra. Kolya, elég. Még valami? Nyomorult kis férgek vagytok. Képtelenek vagytok normálisan viselkedni, mi? A saját szarotokból fogtok belefulladni. Kejunya! A cokmókodat összepakoltad már? Tisztelt uram, magának ma még nincs joga itt tartózkodni. A bírósági ítélet még nem lépett hatályba. Maga nem az illetékes szervek képviselője. Parancsa van? Tömök ki az apád fasz vagy? Dmitri Mihajlovics Szereznyov, a moszkvai ügyvédi kamarától. Én védtem Kolyát a hivatala elleni perbe. Igen, brekegtek róla valamit. Hallottam a hírt, persze. Mi van, Kolya? Magadért már nem is tudsz kiállni? Ne húzd föl magad, ne válaszolj. Ne akart, hogy válaszoljak a kurva anyát! Jaj, ne is folytasd, Kolya. Mindjárt összeszarom magam. Annyira megijedtem. Tisztelt jó uram! Jó van. Én tulajdonképpen csak kocintani akartam a békére. De jut eszembe, hol van? Hadd már ide! Kész? Nem? Nem kész? Az ügyvédet nem kínálom, meg ki nem állhatom a fajtáját. Szóval én csak azért jöttem, hogy a jövőre vonatkozólag megbeszéljek veled ezt-azt. Lia, menj is, hívd a rendőrséget! Hallod, Lia, hívd a rendőrséget! Menj, Lia! Azt kell ide, hívjad! Lia! Kölyök! Téged hogy hívnak? Figyeljen, Vagyim Szergejevics, most miért csinálja ezt? Annyira azért nem részek, hogy ne fognál föl, miről szól ez a történet. Ne fogod a szád, te ügyvéd! Rókapofa! Kolya, te figyelj ide! Jó, jegyezd meg, amit mondok! Ne törődj vele, menjetek be! A kurva anyádat! Neked itt soha a büdös életben semmilyen jogod nem volt! Nincs, és nem is lesz! Most hova mész? Mi? Figyeljen, az lenne a legjobb, ha maga most elmenne innen. Magánterületen tartózkodik, méghozzá engedély nélkül. A tulajdonos nem akarja látni magát. Vagyim Szergejevics, ne bonyolítsa a helyzetet. Mit mondtál? Jó hallottam? Itt én vagyok a tulajdonos. Megérzettem? Megértettem, értem. Rendben van. Beszéljük meg ezt holnap, jó? Holnap. Úgy is meg kell beszélnünk egy pár dolgot. Iván Alekszandrovics sokat mesélt nekem magáról. Ki is ez az Iván Alekszandrovics pontosan? Iván Alekszandrovics Kastrov. Kastrov. A bizottságban. Kastrov. Hogy nem látjuk őket, még nem jelenti azt, hogy nincsenek. Jó, értem, semmi baj. Na jó, nekem már elegem van ebből az egészből. Mit szól a holnaphoz? Holnap? 3-tól 5-ig szoktuk tartani a lakossági fogadó órát. Hop, semmi baj, meg vagyok. Kolya, mi van? Vadászatra készülsz? Na jó, van, add ide. Cimbora. Holnap megírjuk a feljelentést a dologról. Önkényeskedés, hivatali hatalommal való visszaélés. Darabokra tépjük, Kolya. Gyima. Nem megyek veled Moszkvába. Itt maradok. Jól van, ígyunk. Tettével Vagyimir Szergejevics jelentős kárt okozott családomnak, álláspontom szerint nincs joga érvényre jutatni egy még nem jogerőre emelkedett ítéletet, valamint cselekedete a BTK 330-as paragrafusával ütközik. Hivatkozva a BTK 285-es és 330-as, valamint az eljárási jogi törvény 141-es szakaszára kérem, vizsgálják meg beadványomat, és megalapozottság esetén indítsanak büntetőeljárást az illető ellen. Ezt kapsz ki a kurva anyád.
Van még egy kaja. Na? Figyelj! Darwin kifejezése az élet visszafordíthatatlan és egyirányú történelmi fejlődésére. 1, 2, 3, 8 betű. Távolugrás. Pinából a sírba. Nem szégyelled magad, ronda mocskos szájú. Szégyelje, aki akarja. Jól beszélsz. Evolúció. Kijön. Jó reggelt. Jó reggelt. Mi van, sokáig tart még? Na, még egy fél óra. Igyekez, én befejeztem, csak aláírod és mehetünk. Dmitri? Nem tudom, Nikolaj mondta-e már, hogy holnap születésnapot tartok. Említette. Jön el, csatlakozzon a társaságunkhoz. Lesz tábortűz, saslik, vodka, lövöldözünk egy kicsit, mindent építetek. A lövöldözést úgy érti, hogy vadászat. Milyen vadászatról beszélsz, Gyima? Csajokkal megyünk, meg gyerekekkel. Csak úgy lövöldözünk egy kicsit. Lőgyakorlat, céltáblákra. Sokat kell autózni? Nem, úgy 100 kilométer. Kora reggel elindulunk, piálunk egy kicsit, lövöldözünk és este visszajövünk. Nagyon szívesen. Örülök neki. Bent várlak, Kólya. Ja. És akkor ki a sérde? Hogy mondja? Maga a sérde? Nem, ő. Én az ügyvédje vagyok. Elhúzott. Jelenti a főnökeinek. Lilia, van nálad víz? Úgy érzem, nem fogja átvenni. Megteheti? Simán. Bár a törvény szerint köteles. És akkor mi van? Elmegyünk az ügyészségre, aztán a bíróságra. Ha kell, ellene is panaszt teszünk. Tényeket gyűjtünk, az elutasítás is az. Az egész várossal szembe szálltok. Ezek az állatok az egész város? Kólya, pontosan tudod, miről beszélek. Hova tűnt a hadnagy? Várjanak! Hadnagy elvtárs, mi van, elaludt? Nyugalom, polgártárs! Mit zajonganak itt? Mi ez a lárma? Mi nem zajongunk, türelmet. Mindjárt jövök. Mit kiabálnak? Ez rendzavarás, ne hangoskodjon! Ne zavarja meg a rendet, világos? Ezt itt vidd el! Azt mondtam, hogy vidd el, nem hallod? Vegye már le a kezét! Nem vittem, nem semmit! Hányszor mondjam még el, az ügyész nincs bent. Én nem vagyok illetékes, nem vehetem át a beadványokat. Csak azt nem mondja, hogy az egész ügyészsége nincs egy árva lélek se. Illetékes egy sincs. A fronton vannak. Maga szerint nem furcsa? Nem. Nálunk csak ketten vannak. Az ügyész betegszabadságon van, a nyomozó meg helyszíni szemlére ment. Adja föl postán, vagy menjen a bíróságra. Jól van, értem. Adja írásba, hogy nem veszi át. Értse már meg, hogy én nem vagyok erre fölhatalmazva. Jó napot, a bíróhoz megyek. Nincs itt senki. Nincs senki? Senki. Se titkár, se helyettes. És nem tudja, mikor lesznek. Nekem nem jelentik be. Értem. Minden jót. Köszönöm.
Miért nem veszed fel a telefonon? Egy fél órája hívlak. Komolyan? Már megint ez a kis szaros játszott vele. Add meg magad! Miért akarsz megölni? Mert szép vagy. Nem tudsz köszönni Lilia néninek? Lilia néni. Férfiak, mindegy formák. Először szép vagy, aztán le akarnak lőni. Pása hol van? Hallottam. Már hallottam a mai hős tetteikről. Tessék, tessék, foglaljon helyet. Köszönöm. Hogy is hívják? Elfelejtettem. Dmitrij Mihajlovics. Igen, igen. Mi a helyzet? Magukat le se lehet vakarni rólam, igaz? Így is lehet mondani. De ez még semmi, Vagyim Szergejevics. Ahhoz képest, ami ebben a dossziéban van. Tessék, lapozz át. Magának persze semmi újat nem mond, de ahogy mondani szokás, ismétlés a tudás anyja. Furcsán kezdődik ez a mi kis tárgyalásunk. Miért? Azt hittem, Nikolaj barátjáról fogunk beszélgetni. Mármint úgy érti a perünkről, vagy valami másról? Valami másról. A törvénytelen őrizetbevételről. Büntető törvénykönyv 301-es paragrafus. Majd hivatalosan is tájékoztatják. Vagyim Szergejevics, nagyon örülnék, ha segítene helyreállítani az igazságot, és segítene megbüntetni a bűnösöket. Hajlandó vagyok segíteni, de... De nem érti, hogy miért kellene, ugye? Akkor nyissa ki a dossziét. Nyissa csak ki. Rögtön megérti, hogy Nikolaj kiszabadítása csak az első lépés. Na ide figyeljem. Fiatalember, a következőt tesszük. Kiengedem a maga Nikoláját, maga meg szedi a sátorfáját, érzékeny búcsút veszünk, és szépen elindul hazafelé. Moszkvába? Igen, Moszkvába, pont oda. Félek, Vagyim Szergejevics, hogy Iván Alekszandrovics nem fogja ezt díjazni. Azt fogja kérdezni, Dmitrij Mihajlovics, miért nem tettél meg mindent az igazságért? Hogy van ez? Maga személyesen ismeri Iván Alekszandrovicsot? Castrovot? Róla beszélünk, ugye? Hát persze, még szép. Jó cimborák vagyunk. Ő is jogász, én is jogász. Moszkva, Vagyim Szergejevics, nagyváros, de nagyon összetartó. Ismerősökön keresztül bárkihez el lehet jutni. Na és ha nem olvasom ezt el, akkor mi van? Ne olvassa el. Higgy el, a tények magukért beszélnek. Maga mindent tud. A magasarra, hogy úgy mondjam. Szörnyű. Hogy nem süllyed a föld alá? Röviden. Egyezzünk meg. Különben... Különben mi lesz? Elképzelni sem tudom, mi lesz. Természetesen a törvény keretein belül. Minden magával lesz tele. Az újságok, az internet, talán a tévékbe is bekerül, a bűnügyi krónikákba. Ajaj. Maga a tűzzel játszik, fiatalember. Vagyim Szergejevics, maga még nem olyan öreg. Vagy már a nyugdíjra készül, nem? Gondolt már rá? Vágyulja, majd később. Menj ki. Jól van. Hát akkor nézzük meg. Mibe akarnak belekeverni bennünket? Olvassa csak. Kész horror, magával a főszerepben. Ez szerinted eljárás? Hátra csavarták a kezét és be egy cellába. Semmit! Nem csinált semmit. Tegnap este részegen rájuk rontott az a szemét polgármester, és el akarta zavarni őket. Tegnap volt a tárgyalás. Igen. Elmeszelték őket. Kész, vége. Ma reggel bejelentést akartak tenni. Elmentek az őrse, és Kóját csitre vágták. A Lilka itt ül. Na mit gondolsz, miért telefonálok? Csevegni akarok? Hívj föl Vagyim Sztyepánovicsot, emelje föl a seggét, és hozza ki Kóját a sítről. Rendes vagy. Jobb, ha oda mész hozzá. Rögtön szólj, halálra idegeskedjük magunkat. Na kezdj már intézkedni! Ne bosszancs már. Jól van, szia. Mi van?
Én is téged. Na, jó, jól van, pása, na, elég legyen már. Hát ez van. Nagyon köszönöm. Kihozzák, ne edd magad. Genyka Kruglovot már vagy ötször kihozták. Folyton elgyepál valakit. Lop, mint a szarka, bármit, ami fénylik. Mama, enni akarok. Sétálj egyet, még nincs kész. Szabad? Mit? Kimenni. Most mondtam. Csak ne menj messzire. Ha megint elmész a 9-esig, agyoncsaplak, hallod? Hallom. És vegyél sapkát. Gyere be. Semmi baj, barátnőm. Túléljük. Összetrombitáljuk a csapatot és rendbe hozzuk. Nem egy palota, tudom, de otthonos lesz. Mi van? Nézzük meg a konyhát. Ó, még radiátor is van. Hallod, Lilja? Na, és akkor most mi lesz? Az csak magán múlik. Addig értem. Te mit akarsz? Ma maga a második, aki letegez, és az első is a hatalom képviselője volt. Ne beszélj mellé! Térj a lényegre! Azt akarom, hogy Nikolaj megtarthassa azt, ami az övé. Az lehetetlen. Azt hittem, ebben a városban magának nincs lehetetlen. Na most akkor képzeld el, hogy van. Ne mondja, hogy nincs 3,5 milliója, azt nem hiszem el. Erről van szó. Ha. Igen, ez lehetséges. És persze szabadítsa ki Nikolajt. Megegyeztünk. Hagyd meg a telefonszámod. Pár nap múlva hívlak és találkozunk. Megbeszéljük a részleteket. Itt leszel? Nem utazol el? De mit beszélünk meg? Csak azért kell találkoznunk, hogy átadhassa nekem a pénzt. Figyelj! Meg vagy keresztelve? Hogy? Ezt miért kérdezi? Csak úgy, érdekel. Jogász vagyok, Vadim Szergejevics, a tényekben hiszek. Jól van. Megértettem. Minden jót. De rendben, Vadim Szergejevics. Igen. Hozod már azt az aspirint? Hívd ide azt a hármat sürgősen. Kiket? Taraszovát, Gorjunovát és Kacsukot. A föld alól is kerítsd elő őket. Csukd be az ajtót. Gondolod, hogy ad 3 milliót? 3 és felet. Kiderül, meglátjuk. Eléggé összeszarta magát, és ez jó jel. Nézzük. Nem is emlékszem, mit ettem itt a múltkor. Valamit ettem. Borscs, húsos táska. Pontosan. Választottak? Igen, Tatjana. Hozzon nekünk 2 borscsot, 2 adag húsos táskát, 1 sört és 1 kompótot. Vagy te is sört kérsz? Kompótot kérek. Kompótot. Ennyi? Igen, ennyi. Ne siessen nagyon, ha kérhetem, mert pár percre föl kell mennem a szobámba. Rendben? Nem akarom, hogy kihűljön. Jó, jó. Köszönöm. Várj még. Csak néhány perc is jövök. Ugh.
pakolja? Ma az étteremben vagyunk, a szállodában. Na persze. Én a rács mögötti meg az étteremben. Mit is várhatnék tőled? Kiengedtek. Ne telefonon! Találkozunk és mindent elmeséltek. Jó, fejezzétek be. Én addig elindulok oda. Na, megyek. Akarnak sározni. Régóta sejtem, hogy meg akarnak fúrni, de tőletek mindig csak azt hallom mindenhonnan, jobbról, balról, alulról, fölülről, hogy minden rendben lesz Vagyim Szergejevics. Igaz? Nyugodt a légkör, ne aggódj! Szélcsend van, nyugalom, de én kurvára nem vagyok nyugodt, bazd meg! Érzem, hogy baj van. Ég a talaj a talpunk alatt, gyerekek! Mikor volt ilyen utoljára? Agyon nyomom a tetvet, és minden bűzlik körülötte. Moszkvából hoz ügyvédet, hogy megvédje. Ez hogy van? És ez még semmi, meg is akar zsarolni. Mindenféle nagykutyák nevével dobálózik. Szerintem csak blöfföl. Blöfföl? Inkább azon gondolkoz rajzolgatás helyett, hogy kifizet neki ezért. Ez a senki házi. Ez a koldus fajzat, Nyikolaj? Te okos nő vagy, azt hiszed, a moszkvai ügyvéd ingyen jött ide neki? Ennyire ráér? És a legfontosabb, honnan vannak neki ilyen kibaszott bennfentes információi? Mikor kinyitottam a dossziét, majdnem elájultam. Legalább elmondhatnád, mi volt ez az információ. Nem kell tudnotok, mi ez az információ. Azt akarod mondani, hogy van rólad valamiük, amit mi nem tudunk? Egy év múlva választás. Elfelejtetted? Ha engem nem választanak meg, folytassam? Akkor ti se vagytok, semmi sincs. Se külföld, se csodapaloták, se dohány. Mind a hárman velem együtt mehettek a sóhivatalba, kézen fogva. Paranoiás vagy. Nem kell annyit inni. Mindenhol ellenséget látsz. Mondd meg, hogy ki az. Hülye vagy! Téged fognak legelőször a vérpadra vonszolni! Vérpadra vonszolni? Ne ordibálj velem! Otthonod itt az a feleségeddel, ne velem! Próbáljuk meg konstruktívan megoldani. Próbáljuk. Mi lenne, ha rámásznék egy kicsit? Csak törvényes keretek közt, persze. Szó se lehet róla. Először is sürgősen derítsetek ki nekem mindent erről a moszkvai ügyvédről. Mindenki a saját csatornáján, vagy együtt. Nekem mindegy, de tudjátok meg, hogy ki ez, mi ez, ki áll mögötte. Folyton Kastrovot dörgölt az orrom alá, és te meg akarod leckésztetni? A bizottság vezetője. Na végre, aranyszívem, mit gondoltál, miről beszélek? Erről van szó. Induljatok rá! Én holnap reggel fölutazom. Beszélek mindenkivel. Már ma mondták, hogy megfutják a körüket a maguk szintjén. Gyerünk, drágáim, élénken, csipkedjétek magatokat! De még korán van. Aha, elfelejtettem. Jó. Megyek. Rendben. Már is indulok. Jól van, srácok. Mennem kell. Hová mész ilyen korán? Mami, haza rendet. Kész a vacsorát. Hülye vagy. Holnap lövöldözni megyünk. 5-kor kell. Jó, akkor menjél. Ciao. Na, hogy is volt az előbb? Hogy
A többiek hol vannak? A mama alszik. Gyima kivonult a klotyóra egy újsággal. Na, fiam? Tetszik neked ez a gyima? Normális pasasnak látszik. Ez a normális pasas nagy dolgot csinált ma. Mit? Lenyomta a polgármestert. De hogyan? Ahogy mondom, fiam. Elkapta a tökét, és egy kicsit megszorongatta neki. Nem értem. Na, nem baj, majd megérted. Figyelj, megint füstszagod van. A régi templomnál lógtatok? Na és? Keresitek magatoknak a bajt. Milyen bajt? Majd meglátod, milyen bajt. Nem eszel valamit lefekvés előtt? De. Gyere ide egy kicsit. Ülj le. Mit akarsz? Sört ittál? Én nem. Többiek ittak. Érzem a szagát a leheleteden. Szia, Romka. Jó estét. Mi van, Gyima? Kábelt fektettél? Érdekes könyvet találtam. És? Rongyá olvastad? Ez jó. Nagyon humorosak vagytok. Az biztos. Híresek vagyunk a szaros északi humorérzékünkre. Milyen vicces. Minden, az egész pajtás. Az egész anyag vicces. De komolyan kimaradtam valamiről. Tiszta végig vagytok. Tudjátok csinálni, figyeljetek! Mutatom! Ide nézzetek! Na? Szép volt! Mit szóltok? Fása, kapcsold már ki ezt a szart! Ó, oh,
az jó? Dmitri! Mi van? Gyere ide egy percre! Na, gyakoroljátok, ez a kacsázás. Várjátok egy kicsit. Megkapcsoltátok ki? Angela, élvezni akarom a csöndet. Akkor miért nem maradtál otthon? Dmitri! A saját puskámmal tisztellek meg. Köszönöm. Szerintem minden férfinak kell, hogy legyen saját puskája. Nem kell kolyjával osztoznod. Rendben. Te mivel fogsz lőni? Mindjárt meglátod. Kólya, segítsek! Nem kell, mindjárt készüljük, Gimma. Fújd ki magad, pihenj, vendég vagy. Hűha, Sztyepanics! Mi van, háborúra készülsz? Ha lövöldözünk, lövöldözzünk. Születésnapon van. Gránátvetőt is szereztél? Mutass egy célpontot, leszenem neked. Ez aztán a fegyver. Mama, szomjas vagyok. Pása, hagyd neki inni. Gyere ide, kapsz. Most meg hova mész? Vicska, nem hallod? Gyere ki a vízből! Mindenért rám szól. Na mi van, Kolya? Kezdhetjük? Mindjárt. Gyima! Pása, gyertek! Gyima, ha eltalálod egy pohár, ha mellé trafálsz, akkor három. Megértettem. Boldog születésnapos, Sztyepanics. Egészséget. Köszönöm, Kolya, tiéd is. Gyerünk, pása, úgyis mellé lesz. Ne vészmadárkodj! Ez mellé. Három direkt pohár. Direkt ők mellé, hogy öljétek. Gyere így át! Egyél valamit, mert baj lesz. Ez legyen a sereptárs. Gyerünk, Gimma, mutasd meg neki. Na, jó volt a célzó vicc. Egyet kezdő is eltalálni. Bravo, szép volt! Nem voltam, hogy ellenem. Látom, még mindig jól lősz. Iván Sztyepanovics, örülök, hogy megismertem. Éljen sokáig! Én is örülök. Ma erre kíváncsi vagyok. Miért? Mi lesz? Fogd be! Sztyepanics, vigyázz! Így élvezed a csöndet! Ezt most miért csináltad a kurva életben? Mire fogunk lőni? A sapkádra? Sztyepanics, kitört belőled a vadállat, bazd meg! Kolya, a gyerekek! Na és? Mi van a gyerekekkel? A gyerekek nem hallják, befogják én a fülüket. Én nem fogtam be, hallottam! Nem lövöldözhetek kedvemre! A saját születésnapomon! Az összes üveget szétlőtted! Na és sokkal érdekesebb céltáblákat hoztam. Pása! Hallod, pása? Hozd ide. Az az én székem! Menj, Romka! Mama, majd kaphatok húst! Én is akarok lőni! Mi a Sztyepanics? Majd mindjárt meg. Én is jöhetek a kalasnyikovba. Sztyepanicsot kérdez. Sztyepanics, jöhetek a kalasnyikovba. Én is akarok! Persze. Nagyfiú, hadd próbálja ki. Hova mentek, lányok? Most jön a legérdekesebb rész. A legérdekesebb, Marcoi. Megyek, hozzok egy kis fát. Boldogulsz? Igyekszem. Sztyepanics, ez valami jó. A maiak közül nincs valaki? Az én házamban minden van, amit akarsz. De a maiaknak még nem jött el az ideje. Még nincs meg a történelmi távlat. Várjuk ki, míg falra akasztják őket. Hogy állítjuk föl őket? Oda szögezzük a gerendához. Szögünk van? Nincs. És akkor lehet, hogy van a kocsimban. Addig ígyunk ennyit. Ígyunk.
van egy jelcénem is. De valahogy olyan jelentéktelen volt. Mit gondolsz? Hogy felejtettük el a szöget? A te hibád. Jó rátok nézni. Pontosan kidolgozott mozdulatok. Az biztos. Van gyakorlatunk. A kenyér hol van? A zsákban. Kell még valami? Egyszetes utolsó. Segítesz? Nem érek rá. Nincs. Neked mi dolgod van? Pakolom a cuccot. Kaja! Gyere már ide, ígyunk egyet! Nekem elég. Ez aztán fér. Több maradt. Vegyél. Így áll, cimbora. Elég. Feledd a bunk. Ide figyelj. Lilia, hova mész? Kettőt találgathatsz. Faszenünk van. Mirek? Nem lesz elég a fa. Itt az egész erdő. Majd hozunk, csak előbb iszunk. Kóstolja meg. És én? Én nem vagyok ember. Ha? Tessék. Köszönöm. Ó, de jó dolgunk van. Hol az a fa? Mit mondtál? Ott a vízesés után. Megtalálom. Értem. Ez jó. Add ide a kezed! Félek! Add ide a kezed, mondom! Félek! Akkor maradjon! Hol van a fiat? Mi is a tied? A végén még kitöri a nyakát. Dehogy töri. Hadd rohangáljon, élvezze a természetet. Itt nincsenek vadállatok. A legveszélyesebb vadállat az ember. Hogy kerülne ide ember? Mi is itt vagyunk. Te emberre képzeled magad? Ne vedd meg az asszony pása. Már késő, ez a hajó elment. Mama! Mi az? Mi történt, Vicska? Az idegen bácsi elkapta Lilia nénit és folytogatja. És? Ronka meglátta és sír. Kiről beszélsz? Milyen idegen bácsi? Az a szép bácsi, aki Moszkvából jött. Mit ültök a zsaruk? Mire vártok? Ebből diliház lesz. Mama, mi az a diliház? Amikor az emberek bediliznek. És az mi? Megtudod, ha nagy leszel. Gyere, rakjuk el a puskákat, nehogy vérontás legyen. Mama, mi az a vérontás? Nem acerálj már. Emlékszel, mikor felgyújtottad a macskát? Emlékszem. Most ki gyújtotta föl a macskát? Senki nem gyújtotta föl. Akkor miért lesz vérontás? Reméljük, nem lesz. Úristen! Aggodalmaskodó lettél, Vagyim. Feleslegesen idegesíted magad és másokat is. Mintha nem tudnád. Mindnyájunkat Isten vezérel, mindenen az ő akarata van. Tudom én azt, hogy ne tudnám, atyám. Tudom. Akkor meg mi a baj? Csak nem a hited ingott meg. Jones áldozol rendesen? Szoktam vasárnaponként. Igyekszem. Persze nem mindig jön össze, ha sok a dolog, de igyekszem. Ki a lelki atyád? A helyi papunk, atyám. A te tanácsodra. Alexej atya. Pontosan. Nagyon jó pap. Mondhatjuk úgy is. Szedd össze magad, Vagyim. És ne kételkedj, istenes dolgot cselekszel. Bár azt mondják, istenes dolgot cselekedni könnyű és örömteli, ne felejtsük el, az ellenség nem alszik, mindig lesben áll. Pont erről van szó. Ahogy az lenni szokott. Most minden összejött. Ráadásul nagyon szerencsétlenül.
Egy ilyen történet, neked hogy... nem esélye semmit. Nem Johnny jöttél. Természetesen együtt dolgozunk. Közös az ügyünk. De van, ami a te dolgod, és van, ami az enyém. Persze, ezt értem. De nem vagyok nyugodt. Pár napja már elmondtam, de most megismétlem. Minden hatalom Istentől van. Ahol a hatalom, ott az erő. Ahol a hatalom a te felelősségi területed, ott döntsd el magad a helyi kérdéseket, a saját erődből. Ne keress védelmet a másik oldalon. Különben az ellenség azt hiszi, gyenge vagy. Oktatlak, mint egy gyereket, becsület szavamra. Vagyim. Nem ismerek rá. Az asszonya minden rendben? Nagyjából igen. A gyerekek? Jól vannak. Betegeskedsz? Nem. Egészséges vagyok. Jól van, vagy én. Isten vezessen. Én vagyok a hibás mindenért. Mindenért senki se hibás. Mindenki a maga dolgában hibás. Mindannyian hibásak vagyunk. De ha beismerjük is, a beismerés a törvény szerint nem bizonyítja a bűnösséget. Nem vagy bűnös, amíg az ellenkezője be nem bizonyosodik. De ki fogja bizonyítani? És kinek? Te hiszel Istenben? Mit jön mindenki Istennel? Én a tényekben hiszek. Jogász vagyok, Lia. Gyima? Nem kell ez. Nagyon kérlek. Semmilyen vallomás nem kell. Azért, mert nincs rá bizonyíték. És nem is lesz. Eljössz velem. Én nem értelek téged. Én magamat se értem. Na is. A legszívesebben én is lelépnék valakivel. Hülyék a nők. Miért mondod ezt?
magadtól nem tudsz megszökni. Magamtól nem, de tőled vidáman. És? Hová mennél? Moszkvába kurválkodni? Miért kéne kurválkodni? Az vagy. Látod? Én is adjak egyet. Na, jól van. Látom, nem értitek a viccet. Tudjátok én hova mennék? Csak is Amerikába. Persze. Miért nem... Te tényleg ennyire hülye vagy? A gyerekek? Alszanak. Romka. Eléggé kiborult. Az érthető, Kólya. Holnap beszélek vele. Kólya. Abba kellene hagynod az ivást. Csak még jobban összezavarodik tőle a gyerek. Abba hagyom. Akkor jó. Visszajött. Hála Istennek. Lehet, hogy csak összeszedi a holmiát. Te nem vagy normális. Inkább menj és hozd Levitykát. Bírsz még vezetni? Zsaru vagyok. Megyünk. Ti addig ezt. Akarsz gyereket? Halló? Az ügyvéddel beszélek? Én vagyok, Vagyim Szergejevics. Pedig a polgármester vagyok. Megismerem a hangját. Persze, találkozzunk. Hol van most? A szállodában vagyok. Oda megyek, fél óra múlva. Jó, fél óra múlva. A szálloda előtt. Jól van, jól van. Ezt kérném szépen. Ezt? Tessék. Köszönöm.
Szállj már be, mire vársz? Azt hiszed, megeszünk? Na? Kemény gyerek vagy. Ha 2 óra múlva nem leszek itt... Itt leszel, ne félj. Piáltál az este? Föl vagy puffadva? Hová megyünk? Egy jó kis helyre. Tetszeni fog. Leülünk és megbeszéljük a dolgainkat. Nincs miről beszélnünk. Márhogy ne lenne? Neked pénz kell, nekem garancia. Milyen garancia? Látod, mondtam, én már is beszélgetünk. Tudod, ezt nevezik úgy, hogy tét-a-tét. Mi van? Milyen érzés, mi? Nem a pofáját kellett volna. Habár... Ruszlán! Miért hallgatsz? Csak mondasz valamit az utolsó szó jogán, ha? Legalább a lányodnak üzenj pár szót. Nem hallom. Elég. Tiszteletben tartom az utolsó kívánságot. PPP konstrukcióban gondolkozom. Az a legjobb megoldás. Gyakorlatilag a városközpontban, a tengerparton. Nagyon örülök neki. Azért ez nem akármilyen brand. Úgy értem, a maguk brandje. Manapság a brandnek hisznek az emberek, a képviselők komoly reményeket táplálnak. Igen. Az a legfontosabb, hogy folyamatosan ébren tartsuk a szándékot, dolgozzunk, hogy előbbre vigyük a projektet. Ma oda küldök magához egy embert. Nem, még ma. Megvan oldva. Igen. Na? Mi az, hogy kristálytiszta? Ez már a te problémád. Világosan megmondtam, hogy találjatok fogást rajta. És ha te nem vagy rá képes, majd megcsinálja valaki más. Ne pofázz, dolgozz!
leszállok, a lelőbb leszálltam a buszról. Kólyával mi van? Meg akart ölni benneteket. Aztán ivott egy kicsit, és megnyugodott. Szeret téged. És a másik? Hívott Moszkvába? Jól van, megbeszéltük. Vidd el. De igyekezz, rendben? Várlak. Holnap eljön a csónakért. Potom pénzért adok el mindent.
Ha ez a rohadék palotát épít itt magának, én földgyújtom esküszem. Csavargó! A mobilt miért nem vitted magaddal? Roma! Roma. Figyelj ide! Mi a fenét akarsz? Mindent elrontottál! Az egész miattad van! Roma! Gyűlöllek! Mi a baj? Nem akarok veletek élni! Elegem van belőletek, világos? Fiam, nyugodj meg! Ne érj hozzám! Mi bajod? Ne csináld ezt! Hagyd abban! Semmi baj. Zavard el innen, apa! Menj innen! Apa! Minden rendben lesz. Minden rendben lesz. Mi van? Bocsáss meg neki, Lilia. Jó ember. Te megbocsátottál? Igyekszem. Na jó van, menj. Thank you.
mióta. Na, tegyétek be ide! Szia! Szia! Lilia hol van? Ma nem jött be. Nem mondod. Komolyan. Én is hívtam, de az előfizető nem kapcsolható. Ezek szerint otthon sincs. Vételkörzeten kívül van. Na jó. Én megyek. Nem akarsz hazavinni? Mi? Nem viszel haza? Ja, dehogy nem. Sülj be. Utána ment, tudom. Moszkvába ment. Biztos vagyok benne. Mi más történhetett volna vele? Bármi megtörténhet. Tudod, hány ember tűnik el? Én ebben nem hiszek. A zsarukkal mi van? Mi lenne? 3 napot várni kell. Szarics. Azonnal bejelentheted. Ezt én mondom a végrehajtó hatalom képviselőjének a felesége. Na és akkor mi van? Elmegyek a rendőrségre, és azt mondom, hogy feleségem Moszkvába ment a szeretője után. Itt van a neve, itt van a telefonszám. Hozzák vissza. Ha akarod, én most azonnal felhívom. Fölhívtam, nem is egyszer. És mit mondott? Semmit, ki van kapcsolva. Valamit csinálni kell. Én már... Azon se csodálkoznék, ha megkapta volna a pénzt ettől a faszfejtől, és lelépett volna vele. Ő meg szépen, utána. Nem értem. 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 Nem értem.
Roma! Jó estét, Kolja bácsi! Á, Kolja bácsi! Romka hol van? Hazament. Mikor? Nemrég. 20 perce kell. Nem volt itt sokáig. Hazament, mert barázott, hogy kikap. Jó. Még fél is a sötétben. Barátnőjéhez. Nem is tudtam, hogy van barátnője. Szerintem nincs. De tényleg? Csajokat miért nem hívunk soha? Mert azokat nem engedik ide a rossz fiúk. Hogy megsértődött a sorban? Láttad? Nekem nem kell. Nekem senki sem fél. Az eljövő. Ezt a gitárt tenne, mert megül. Várjál, tudsz karikát? Nem tudom, hogy... Azt a mindenit. Megtalálták. Mit adhatok, Kolja? Mi mást? Vodkát? Kettőt. Szervusz, Kolja. Jó napot, Vasilije. Mit adhatok? Egy kiló cukrot, legyen szíves. Kérd még valamit?
Mi van? Hol van a te irgalmas istened? Az enyém velem van. Hogy a tiéd hol van, azt nem tudom. Kihez imádkozol? A templomban még nem láttalak. Nem böjtölsz, nem áldozol, nem gyónsz. Ha gyertyát gyújtok és hajlongok, akkor minden másképp lett volna. Ha most elkezdem, még nem késő? Föltámad a feleségem? Visszaadják a házamat? Vagy már mindegy? Nem tudom. Isten útjai kifürkészhetetlenek. Nem tudod? Akkor minek? Minek menjek gyónni? Tudsz te valamit egyáltalán? Kérsz? Nem. Talán ki tudod fogni horoggal a leviatánt? Vagy nyelvénél fogva megkötözni? Fog-e irgalomért könyörögni? Fog-e jámbor szavakkal szólni hozzád? Nincs a földön hozzá hasonló. Ő a cár, a büszkeség fiai felett. Vasili atya, én emberként szólok hozzád. Te meg virágnyelven válaszolsz. Miért? Talán már hallottál Jóbról. Ő is, mint te, az élet értelmét firtatta. Hogy van ez? Miért? Minek ez az egész? Odáig jutott, hogy a testét sebek borították el. A felesége megpróbálta lelkére beszélni, a barátai is, hogy ne hívja ki maga ellen Isten haragját. De ő csak nem tágít, hamut szór a fejére. És ekkor az Úr megkönyörült rajta. Maga is megjelent neki szélvihar alakjában, és mindent érthetően elmagyarázott neki képekben. Na és? Jobb megbékélt. 140 évig élt. Látta fiai fiait. Negyediziglen. Aggastyánként halt meg. Elégedetten a sorsával. Ez valami mese? Nem. A Bibliában van. Add ide, segítek. Add csak ide. Köszönöm. Holnap lesz a temetés. Most szóltak. Egy kis kenyér jója. Köszönöm. Isten áldjon meg. Hála neki. Egyél. Gyilkos lett. A szakértő megmondja. Emlékszel? Kolya azt mondta, hogy megöli. Ugyan már. De igen. Na és? Lehet, hogy ő volt. Képes rá, esküszöm neked. Hogy már most mi van? Hallod, mit mondok? Hallom. És akkor mi van? Te vagy a zsaru, te mondd meg. Belegondoltál, mit beszélsz? Apa. Abba hagyod valaha az ivást? Abba. Holnaptól nem piálok. Elhiszed? Fiam. Ülj le. Beszélgessünk. Nincs kedvem. Elmegyek. Jó.
Jó napot. Szervusz. Apád itthon van? Alszik. Értem. Hé, hey, hova mennek? Csönd legyen! Magunk? Mit akarnak? Nem lehet csak úgy... Azt mondta, maradjuk. Mit csinálnak? Gyilkossági csoport. Miért nem jelent meg a rendőrségen? Az idézésre. Milyen idézésre? Erre. Roma! Roma! Ülj le és kussolj! Alapos okunk van feltételezni, hogy megölte a feleségét, és vízbefulladásnak álcázta. Micsoda? Miről beszél? Erőszaknyomait találtuk a holttesten. Először megölték, aztán dobták vízbe. A halál a fejet pontosabban a tarkót ért tompaütéstől következett be. A halála előtt nem sokkal közösült valakivel. Nem zárjuk ki a nemi erőszak lehetőségét. Megvizsgáljuk a spermáját, és valami azt súgja, hogy a minták egyezni fognak. Továbbá tanúvallomásunk van Angela Polivanovától és a férjétől Pavel Polivanovtól, akik elmondták a nyomozóknak, hogy pár nappal a gyilkosság előtt konfliktusa támadt egy pikniken a feleségével és a szeretőjével, mert rajta kapta őket szeretkezés közben. Maga megverte a szeretőt, bizonyos Dmitrit. A személyét most állapítjuk meg. Megütötte a feleségét, majd megfenyegette, hogy mindkettőjüket megöli. A vallomásokat megerősítette Iván Sztyepanovics Gyekjárjov, a közlekedés rendészet alezredese, aki szintén jelen volt az említett eseménynél. Továbbá a telkén a műhelyében megtaláltuk a feltételezett gyilkos fegyvert. Egy kalapácsot, aminek a fejrésze pontosan beleillik az áldozat fején található sebbe. Átadtuk a szakértőknek. Van valami hozzáfűzni valója? Én személy szerint azt ajánlom, hogy tegyem teljes beismerő vallomást. Bőven elég bizonyítékunk van. A beismerés csökkenti a büntetést, ami a 105-ös paragrafus első bekezdése alapján 15 évig terjedő szabadságvesztés lehet, ha a bíróság nem talál súlyosbító körülményeket. Ha igen, akkor 20 év. Addig is. 48 órára őrizetbe veszem, emberölés gyanújával. És kérvényezem a bíróságnál a letartóztatását, mivel feltételezésem szerint elrejtőzhet, vagy más módon hátráltathatja a nyomozást. Igen. Az alkotmány szerint joga van ügyvédet fogadni. Ha nincs ügyvédje, az állam kirendel magának egyet. Mindent megértett? Nem. De semmit nem értek. Lesz ideje gondolkozni.
Figyelj! A kisfiam egyedül maradt. Nincsenek rokonaink. Ne szarj be, nem marad egyedül. Az állam gondoskodik róla. Nyisd ki, Angela van itt Pása bácsival! Biztos, hogy csak ti ketten? Persze, hogy biztos! Hogy vagy? Meg vagyok. Miért nem hívtál föl, amikor elvitték a párat? Nincs meg a számod. Mióta vagy itt egyedül? Nem tudom. Gondolom olyan 5 napja. Roma, fölhívott egy ügyvéd. Apádat letartóztatták Lilia megölése miatt. A tárgyalásig börtönben marad, utána átviszik a zónába. Bizonyítékuk van. Ez nem igaz. Miért hazudtak volna? Miért nem hívott föl? Kötelességük lenne megengedni. Figyelj, Roma. Az ügyvéd azt mondta, ha nincs, aki gondoskodjon rólad, beraknak egy gyerek otthonba. Tudok én gondoskodni magamról. Roma, a törvény szerint 18 éves korodig árvaházban kell lenned, vagy gyámszülőkkel. Pásával megbeszéltük, hogy vállaljuk a gyámságot. Nincs senkit. A pénz miatt, igaz? Milyen pénz miatt? Nem fizetnek érte. Honnan tudjam én azt, Roma? Ha beleegyezel, utána járok a részleteknek. Az állam nyilván hozzájárul valahogy, de nem ezért csináljuk. Akkor miért? Nem tudom. Olyan vagy, mintha a fiam volna. Az anyád a legjobb barátnőm volt. Még nagyon kicsi voltál, mikor a mamád meghalt. Együtt jártam iskolába a szüleiddel. Liliával is, bár ő fiatalabb volt. Roma. Kimegyek, rágyújtok. Hozzak már!
Az Orosz Föderáció nevében a Pribrézsnyi Városi Bíróság határozata, a Városi Bíróság Bírói Tanácsa Taraszova bírónő elnökletével, Gandikap és Amaszovai bírók részvételével megvizsgálta Nikolaj Nikolajevics Szergejev semmiségi panaszát a Zagorjevi Járási Bíróság 0618-as számú ügyében hozott határozata ellen. És Szergejev Lunykov ügyvéd, valamint a vád képviselője Gorjunova jelenlétében a bíróság megállapítja, hogy a korábban büntetlen előéletű orosz állampolgár Nikolaj Nikolajevics Szergejevet az Orosz Föderáció büntető törvénykönyve 105-ös paragrafus első bekezdése alapján 15 év szigorított fegyházban letöltendő szabadságvesztésre ítéli. A bíróság Szergejevet bűnösnek találta a felesége Lilia Petrovna Szergejeva előre megfontolt szándékkal elkövetett emberölésének büntettében. Szergejeva bűncselekmény elkövetését nem ismerte el, semmiségi panaszában a bírósági ítélet megváltoztatását, illetve az ítélet enyhítését kéri, bizonyítottság hiányára hivatkozva. A bíróság a bizonyítékok áttekintése, valamint a tanúvallomások meghallgatása után megállapítja, hogy a Zagorjevi Járási Bíróság törvényes és megalapozott bizonyítékokkal meggyőzően alátámasztott ítéletet hozott. A vádlottnak az ártatlanság megállapítására és az ítélet enyhítésére irányuló kérelmét megvizsgálta és elutasította. Ötre? Hála az égnek. Legalább megtudja, hol lakik az Úristen. Jó, rendben. Még egyet? Talán nem is vagyunk képesek felfogni, mi történik valójában. Az történik, hogy mi együtt visszaadjuk a nép lelkét. Szent és igaz nagyhercegünk Alekszandr Nyevszki csodálatos szavai ezek, nem az erőben van az Isten, hanem az igazságban. És valóban, nem erővel, hanem szeretettel, nem ravassággal, hanem isteni bölcsességgel, nem gonoszsággal és gyűlölettel, hanem merészséggel győztük le oly sokszor hitünk és hazánk ellenségeit. De mára vonatkozóan a legfontosabb, mégis az, hogy soha nem hagytuk el ortodox hitünket, és mindig az igazat mondtuk. Az igazság Isten adománya. Az igazság úgy tükrözi vissza a valóságot, hogy nem torzítja el azt. De az igazságot csak az birtokolhatja, aki Isten igazságát bírja. És Isten igazsága maga Krisztus. Ezért, amikor Pál apostol azt mondja, hogy már nem én élek, Krisztus él én bennem, akkor arról beszél, hogy ha az ember a lelkébe fogadja Krisztust, vagyis úgy kezd gondolkodni, mint Krisztus, úgy kezd látni, mint Krisztus, és végül úgy kezd cselekedni, ahogy az Úr parancsolta, abban az esetben válik az ember az igazság birtokosává. Csak akkor látja meg az előtte zajló eseményekben a dolgok igazi jelentését, akkor tudja megítélni, hogy mi a jó és mi a rossz, és ebben van az igazság lényege. Amikor az emberek kereszteket döntenek le, ikonokat rabolnak, káromkodnak a feszület alatt, és őrültnek nevezik az imádkozót, amikor meg akarják győzni egymást, hogy ezt Isten gondolata és szándéka szerint teszik, akkor ez hazugság, nem az igazság. Hogy lehet a hit az erkölcs alapjait megszegve arról beszélni, hogy az ember szabad? A szabadság az isteni igazság elismerése. Erről beszél nekünk a Szentírás. Hirdessétek Isten igazságát, és az igazság szabaddá tesz benneteket. Csak az az ember lehet igazán szabad, aki az isteni igazságot hirdeti, az igazságban él, és védelmezi az igazságot. Hűszeretett fivéreim és nővéreim az Úrban. Ez a mai világ
állandóan változtatja vonatkoztatási pontjait. És a valódi értékeket hazug értékekre cseréli. De számunkra ebben a világban is az a legfontosabb, hogy tudjuk az utunkat, ami Krisztushoz vezet. Tudjuk, hogy az egyház megvéd és vezet bennünket. De tudjuk, hogy az egyház mi vagyunk. Mindannyian együtt. Isten velünk van, velünk az igazság, velünk az isteni szeretet. Imával minden ellenségünket legyőz. És hitünk védelmében eszközeink nem lesznek hasonlóak az övéikhez. Ahogyan Krisztus egyetlen szóval rávilágított az igazságra, és leleplezte a hazugságot, úgy az egyház által az isteni szóval és a szentek imáival megvilágosítva, pravoszláv hitünk védelmére kelünk. Úgy örülök, hogy elégedett velünk. Köszönöm. Nagyon fogunk igyekezni. Mindent megteszünk. Van még egy kis földmunka, de az embereim már dolgoznak rajta. Szépen haladunk. Nagyszerű. Ha minden összejön, lehet, hogy építünk egy refektóriumot is. Amint végeztünk, azonnal tájékoztatom. Rendben? Köszönöm. Jó lesz? Egy percig sem kételkedtem magában. Nagyon megtisztel. Hol vannak az én drágáim? Gyertek, kedveském, szálljatok be a kocsiba. Meg ne fázzatok. Gyere! Viszontlátásra, uram! Magyar hangok. Hirtling István, Tóth Ildikó, Rajkai Zoltán, Csúlya Imre, Bognár Gyöngyvér, Dankó István, Boldog Gábor, Csernák János, Törköly Levente, Gergely Attila. Rendezte Andrej Zvjagincev. Fényképezte Mihail Kricsman. Forgatókönyv Oleg Nyegin és Andrej Zvjagincev. Zene Andrej Ponkrátov. További magyar hangok. Círiák Csilla, Kocsis Marian, Rosta Sándor, Molnár Zsuzsa, Beratin Gábor, Hágen Imre. Magyar szöveg Kléner Gizella. Hangmérnök Gábor Dániel. Vágó José Lattes. Gyártásvezető Kincses Tamás. Szinkronrendező Tabák Kata. A szinkront az HBO megbízásából a Mafilm Audio Kft. Készítette.